Na, sziasztok! Elérkezett a második részünk is ebből a karriermód sorozatból, és az első Formula 1-es nagy díjunk, ugye a Red Bullhoz igazoltunk az előző rész végén, itt kezdhetjük meg a Formula 1-es karrierünket, és kicsit megtréfált az Xboxom, én itt felvettem volna a szabad edzésekből pár képet, illetve az időmérős legjobb körömet, hát ezek közül egyik sincsen meg, úgyhogy kénytelenek vagyunk a szavaimra hagyatkozni. A szabad edzések tulajdonképpen ugyanolyanok, mint a 2018-as játékban. A programok sem nagyon változtak, talán az ERS egy kicsit nehezebb, de az a futam közben is nehezebb most. Az időmérőn pedig brutálisan jól sikerült az utolsó köröm a Q3-ban. Azt tegyük hozzá, hogy regularon van a corner cutting, és nem strictel, mert a strictel megőrülök, olyan dolgot is elvesz, amiket nem kéne. Viszont a regular olyanokat is enged, amiket nem kéne, úgyhogy kéne egy arany középút valahol. Maradjunk annyiban, hogy volt minimum 2 olyan kanyarom, ami erősen véleményes, és ettől függetlenül itt most megvan ez a pole pozíció. Ez 9 tizeddel jobb kör volt, mint bármelyik korábbi, úgyhogy mindenki jött nagyon-nagyon pontosan, és annyira sajnálom, hogy nincsen meg, mert nagyon szívesen visszanéztem volna, így pedig nem tudom. Na mindegy, így kezdjük, tehát az első futamot egy elképesztően király helyről, a pole pozícióval, a Red Bull-lal, 100%-on vannak az ellenfelek, de azért valószínűleg a futamban nem lesz ilyen könnyű dolgom, mert tényleg általában annyikat mentem, mint Verstappen, és azt hallottam, hogy a futamon valahogy erősebb az AI, mint az időmérőn, és ezt mindjárt meglátjátok, hogy így van-e. Na és a képernyőn a taktikát láthatjátok. Ugye piros gumi, utána fehér gumi, ami itt most a lágy és a kemény, most csak 3 típus van. Jön a rajt, 5 piros lámpa, elalszik, egészen jól elkaptuk, nézzünk hátra, hogy mennyire sikerül a Ferrarihoz képest. Szerintem Vettel nem rajtolt rosszabbul, csak aztán valahol elnézte, én viszont az első kanyart néztem be, de nagyon csúnyán. Kicsit hamar fékeztünk, és így durván átdobtuk az első fordulón, de megvan az első hely még mindig, amit a pole pozícióval megszereztünk, úgyhogy egyelőre elég jól eljöttünk a dologról. Nézzük vissza, 5 piros lámpa, elalszanak, jövünk el. Szerintem teljesen egyszerre kaptuk el Vettellel. Verstappen nagyon kilőtt ott hátul, itt valahol sikerült tempóelőnyt szereznem, és megvolt az első kanyar, de nagyon ronda az a lecsípés. Megvan még mindig az első pozíció, ez a fő. Na persze nem túl sokáig, már a második körben itt ostromol engem Vettel, amit egyelőre még visszaverünk, de nagyon csúnyan átsúszunk így a kanyaron, borzasztó lassan bevéve azt, és emiatt még jobban feltartva a mezőnyt, és még több mindenkit összeszedve magunk mögé. Vettel megpróbál engem belülről, bár ez a kanyar nem egészen alkalmas arra, itt is csúcsú túlcsúszom emiatt, így viszont Vettel mellett elmegy Leclerc. Úgyhogy cseréltek a Ferrari-k, most más próbálhat ellenem támadni. Egyelőre ez nekem kiváló, mondjuk 2 körig bírtam egyelőre, az elején van még átra 27, azért ez kemény lesz. És Leclerc már most nagyon jön, nagyon jön, de itt még azért nem tud bebújni. Harmadik kör közepe, megint ez a részről egyáltalán nem lehet előzni, de azért mindig megpróbálják. Itt most magamtól is sikerült túlcsúsznom ezen a kanyaron, emiatt olyan kigyorsítást tud szerezni Charles Leclerc, hogy ez nem igaz, ezt nem tudom, hogy csinálta, és elmegy mellettem, mint a gyors vonat. Itt próbálkozom követni, valami legyen, jövök mögöttem, én nyithatok is DRS-t. Hát marha sokat ér. Azért közeledem, de innen nagyon-nagyon durva bevállalós bevetődés kellene, és baromi szabálytalan lenne, úgyhogy nem, azt nem. Ez most nem jött össze, és egy leggyorsabb kör Charles Leclerc, egyértelműen sokkal gyorsabb, és próbálom követni, amiért lecsúszom erről a kanyarról is, úgyhogy hibák után, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, és közben jön Vettel, ő is megpróbál engem kívülről, na azt azért nem szeretném most már, jó? Tehát egy Ferrari elment, most a másik maradjon nyugiba, legalább egy darabig. Jó, na a negyedik kör végéhez érünk. Charles Leclerc nagyon megy. Mi nála jóval lassabbak vagyunk, de hát közben ugye az is zavaró tényező, hogy Vettel miatt lassabban tudunk csak menni, mint az alaprassú tempók. Tehát az alaptempók is lassabb lenne, mint a többieké, viszont valami szerencsém van, mert egy kicsit így lemaradtak és egymással csatáznak, úgyhogy most Hamilton megelőzte Vettelt, és egy szusszanyásnyi időt talán kapok. Próbálok is itt egy kicsit ellógni, bár nem sok esélyem van, egy icipicit hozzáérek a falhoz, és nem tudom mennyire láthatok ott a képernyőn, de el is repült az első szárnynak egy icipici darabja. Ennyi kell, és már másokkal lassabb lesz az autó. Érkezünk a hetedik kör végéhez, még mindig a második helyen, éppen hogy. Hamilton már nagyon-nagyon-nagyon közel van.
és itt helyesen védtelenek vagyunk a támadása ellen. El is megy, és megkapjuk hátunk mögé Devon Butler-t, aki persze, hogy Mercedes kapott, tehát ez annyira logikus, hogy egy első éves Formula 1-es pilóta a Mercedeshez igazol, hogy ez nem igazna. Mindegy, ő van most mögöttünk egy nálunk sokkal-sokkal erősebb autóval. Úgyhogy ebben a kanyarban most már lassan ellene kell majd védekeznünk, mert úgy látszik, hogy az időmérős eredmény az nagyon-nagyon jó volt, de bitang gyorsak a többiek hozzánk képest. A Mercikkel és a Ferrarikkal nem lehet bírni, talán Max-al igen, Butler is elmegy. Egy icipicit átdobjuk ezen a kanyaron, Devon Butler nyithatja a DRS-t, mi is nyithatjuk a DRS-t, azért Butlert ne engedjük el. Tehát nálam próbálj meg egy ilyen bevállalósabb előzést, így de kicsit keresztbe is állt a kocsi, de megvan. Devon Butler ellen megvan az előzés, vagy a visszaelőzés, vagy a visszaverés, és úgy megyünk ki a boxba, hogy még a harmadik helyen voltunk a box kiállásunk előtt, hogy itt most szépen huppanjunk ki jobbra, és próbáljuk meg megoldani az egyetlen egy box kiállásunkat, hogy miért írja ki nekem azt, hogy engage pit limiter, valószínűleg azért, mert ez az első box kiállásom a játékban. Na meg is volt, felraktuk a fehér gumit, a legkeményebb keveréket, ami itt most létezik, úgyhogy ezzel most elmegyünk a futam végéig, mögöttünk Butler pedig a piros gumin próbálkozik, ami azt jelenti, hogy ő egészen biztosan jön még egyszer, ez nekünk csak jó. Úgyhogy igazából lényegében innentől a legnagyobb feladatunk, ami nem lesz egyszerű, az az, hogy Devon Butlert minél tovább fent feltartjuk, de nagyon jön, és már ugye mellettünk, ezt most nagyon szépen megcsinálja, hagyjuk neki egy kicsi helyet, azért éppen csak annyit, amennyit megérdemelne, sokkal többet. Még mindig miénk a belső ív, és ezen egy picit átcsúsztam, ez most nem volt szándékos, de Butler ellen mondjuk, hogy kicsit többet engedünk meg, mint mások ellen. Szóval, hogyha sikerül egy viszonylag jó darabig föltartani Devon Butlert, akkor ugye ő neki van még egy box kiállása, talán beérhetünk előtte, de hát ez borzasztó gyorsan, Mercedes Hamilton is ugyanígy elment, aztán soha többet nem láttam. Butler is itt megint elmegy, nyithatja még egyszer a DRS-t, de valahogy kifejezetten jól betapadunk mögötte, én nem is értem, hogy hogyan, úgyhogy itt meg kell próbálni bereszteni még egyszer, és ez igazából sokkal tisztában megvolt, mint az előző visszaelőzés ott még a box kiállás előtt, csak Butler nem gondolta, hogy jövünk, de remekül megfogtam, tehát itt igazából ezt nem érzem annyira borzasztónak, mint az elsőt, az tényleg rettenetes volt. Itt csak kemények voltunk, mint Verstappen a hétvégén. Nézzük meg ezt kívülről is. És még csak nem is úgy, mint Verstappen a hétvégén, mert mi igenis hagytunk helyet. Csupán megmutattuk, hogy az bizony a mi ívünk most már. Egyelőre tehát sikerült Devon Butler előtt maradnunk, ez most a 15. helyet jelenti, de hát még ugye jönnek ki az emberek boxba, megint hozzáértünk a falhoz egy picit, mert nem tudom, béna vagyok, és ez valószínűleg újjább bicipicik is. Bár nem írta ki a gép, hát ha nem okoz problémát, de lehet, hogy megint elvesztettünk valamennyit a szárnyunkból, mint az előbb is. Már jövünk Giovinazzi mögött, közben Weber, aki elé került valahogy az előbb ugye Butlernek a nagy feltartásaink közepette próbál minket előzni, volt F2-es csapattársunk, Giovinazzi meg nagyon szépen vagy nagyon csúnyán becsukja itt előttünk az ajtót, pedig hát ő még megy ki a boxba, tehát hogy semmi értelme védeni azt a pozíciót pont ellenünk, nincs is esélye, mert úgy autóztuk körül, mint hogy se lett volna, de mindegy, megpróbált védekezni. Jövünk most meg Kvyat után, hátul sokkal jobban betapad minden, eszméletlenül jól megy most a fehér gumin a dolog. Nagyon tetszik is ez a fehér gumi, bár ez a véleményem, ez nem marad ugyanígy a futam végéig. Közben kiment Max Verstappen és a boxba, a csapattársunk a 11. körig bírta, ami eléggé jó, mert mi a 8. már kimentünk gumit cserélni. Albon mellett megyünk el, és Hamilton is volt a boxban, ő elénk visszaér simán, hogy a harmadik helyet kaparintjuk így most meg Albon megelőzésével, és hát már jön Butler is, de ugye ő még megy egy box kiállás, az egészen biztos, úgyhogy a 12. körig 4 kört mindenképpen kibírtunk Devon Butler előtt, úgyhogy ő nem került elénk, nem húzott el, és még van egy kiállása. Tehát ő 100%, hogy megy még ki, mert két soft után muszáj, hogy kimenjen legalább egy médiumért. Megint beelőz, de elfékezi a kanyart, úgyhogy visszajöttünk újra Butlernek, ez egy jó kis ilyen cicázás itt vele. De előbb-utóbb most már el fog menni, mert piszkosul gyors az a Mercedes, meg hát lágy gumin van, úgyhogy dupla előny. Érkezünk most már 13. kör végére, van itt valami zöld zászló, mert mögöttünk sárga van, láthatjátok, hogy az egyik Renault megállott, egy sárga pötty áll a pályán.
Az bizony, Lukas Weber, a volt F2-es csapattársunk, közben Butler most már tényleg elmegy mellettünk. Így van, Webert ki is írják. És most már Butler messze van, ez már messze van. Most már megelőzött, de még látjuk egymást, hiszen vár rá a box. Egy pár körön belül most már. Érkezünk a 14. kör végére, Butler bazi gyors, tehát csak ennyire tartottuk föl egy jó másfél-két másodperccel gyorsabb nálunk körönként, ami brutális ezen a szinten, vagy a Formula 1-ben. És azt az első kanyart ezt egyszer nem bírtam szerintem normálisan bevenni, vagy későn fékeztem, vagy korán fékeztem, és onnantól már a joystickot muszáj elhúzni, hogy beforduljunk, mert ezen korrigálni nem annyira lehet. Itt nincs túl sok ív, vagy húzod, vagy nem. Ezt is teljesen benéztem. Közben Butler baromi gyors, mögöttem pedig Vettel és Verstappen csatáznak egy óriásit. Mind a ketten a médium gumin jönnek. Most éppen Vettel volt előrébb, de most megint Verstappen van előrébb, én közben megint benézem az első kanyart. Ez jó, hogy is mondjam csak, hogy gondolkodtam rajta a verseny közben, hogy ők akkor most még mennek még egyet, egy szoftos szintre mennek még ki, vagy ők ezzel már végig mehetnek esetleg? De hát, hogy nekem csak a fehér gumit ajánlotta fel a Red Bull, hogy azzal tudok végig menni, úgyhogy gondoltam, hogy a médiummal nem lehet. De nagyon megérkeztek a fenekembe, itt vagyunk már a 20. körnél, és teljesen itt vannak mögöttem. Verstappen be is néz belőle, ugyanúgy, mint Leclerc. Jobb a gumia, vagy csak én vagyok lassú, nem tudom, lehet, hogy a szárnyam probléma, mert azt tudom, hogy tényleg volt egy ilyen kis ilyen narancssárgásra, citromsárgásra letört szárnyam. De Verstappen piszok gyors, itt mondjuk nyithatok rá egy DRS, meg kell próbálni, jön Vettel is közben mögöttem. És itt Verstappen nagyon keményen becsukja az ajtót, úgyhogy nekem roppantul tetszik az, hogy az AI sokkal agresszívabb, mint eddig bármelyik játékban, bevállalósabb, olyan előzéseket csinálnak meg, mint még soha, és nagyon-nagyon jót lehet velük versenyezni. Ez az ajtó becsukás, ez nagyon király. És ahogy elment mellettem, ahogy azt ott tartotta, és hogy Vettel is itt próbálkozik, de szerencsére az még nem sikerül, az is nagyon kemény. Persze nem hagy nyugodni, és a következő télegyenesben meg is próbál megelőzni engem Sebastian Vettel a Ferrarival. Bedugja ott az orrát, pirosan nyilacska, de rácsukjuk az ajtót, és eléggé elrontjuk a kigyorsítást a következő egyenesre. Emiatt Sebastian Vettel nagyon közel van hozzánk. Próbálunk egy ilyen félbelső ívet fogni, és egyelőre magunk mögött tartjuk a Ferrarist. De ez így nem lesz egyszerű még 9 körön keresztül, mert valószínűleg most már nem fognak kimenni a boxba. Itt is nagyon-nagyon közel van a következő kör végén Vettel. Próbálom megérdeklődni, hogy Verstappen vajon kimegy a boxba vagy sem. Itt már eléggé biztos voltam abban, hogy nem fog, Vettel pedig elmegy, úgyhogy innentől kezdve 5. hely. Perez ellen is lehet, hogy még védekezni kell a végén, mert úgy tűnik rossz keveréket választottunk. Azért Vettelt még nem adjuk föl, ugyanúgy, ahogy Butler ellen is megpróbáltuk. Ide is betettük, ez még rondább lett, mint Butler ellen, bár őszintén szólva... nem tudom, döntsétek el ti. Szerintem még rendben volt. Kemény volt nagyon, nem nagyon volt ott hely, de azért, mert befordult a saját ívén Sebastian Vettel, én pedig oda tettem az autót mellé. Nézzük meg kívülről is. Tehát igazából kerék a keréken fordulnánk, hogyha Vettel nem próbálna befordulni totál nulla íven, tehát hogy az ideális ívén. Kicsi helyet hagyna, akkor megfogtam. Tehát nem azért állok meg, mert rajta állnék meg, hanem azért állok meg, mert megállítom az autót, és képes vagyok lefékezni azt. Vettel persze nem hagy békén a következő körben sem, de ezek az ajtóbecsukások, ezek szépen működnek. És hát a 26. körben vagyunk most már, úgyhogy innen illene most már megoldani. Alig van már hátra, nem lesz könnyű, de meg kell csinálni. 26. kör közepe, itt ezen részen mentem mellettünk szerintem Verstappen, Butler, Leclerc, mint mindenki megpróbált, és nagyon sok mindenkinek sikerült belül, úgyhogy most kívül tartjuk Sebastian Vettelt. Ez most egészen jól bejött, a 26. kör végéig is, most már valószínűleg megúsztuk. De azért próbálkozik a Ferrari is, hogy ez még messze nincsen lefutva. Érkezünk a 26. kör végéhez, és már a célegyenesre ugrunk, ahol Vettel megint próbálkozik, mert megint nagyon-nagyon közel van. Egyszerűen lerázhatatlan, és most már az ERS-sel is kell itt matekozni. Megint egyébként hagyunk neki helyet itt, de szerencsére annyira még nem kemény az AI, hogy itt is megpróbálja keményen kiszorítani az ellenfelét, aki ugye én vagyok. Itt viszont úgy érzem, hogy butaságot csinál, tehát én a kanyar ívét próbáltam tartani, nyilván szubjektív a véleményem, de akárhányszor nézem vissza, én itt egy pillanatig nem akartam ráhúzni Vettelre, én próbáltam menni a pálya ívén,
ő pedig nem, és emiatt belém vezette a Ferrarit. Le is tört az első szárnyából egy pici darab, ahogy nekem szokott. És innentől van egy pici nyugtom, mert Sebastian Vettel lemarad. Már itt a 27. kör végén érezhető, hogy hát ez már nem az a távolság, vagy az a közelség, amit eddig produkált a német pilóta. És hát itt már az utolsó körben vagyunk, és azt láthatjuk, hogy Vettel bizony csatázik a hátunk mögött a visszaérkező Butlerrel és Sergio Perezzel, és végül mind a ketten elmennek neki. Összességében ez egy szuper kis bemutatkozó negyedik hely, a pole pozícióhoz képest nyilván csalódás, de amúgy egyáltalán nem, az hiszen a Red Bull egy ilyen 5.-6. helyre jó autó tulajdonképpen ebben az évben. Kikaptunk a csapattársunktól, ez nem jó. Kérdés az, hogy azért, mert ő a soft mediumot csinált, ami pedig a soft hardot, vagy más miatt kaptunk ki, egyszerűen csak a tempónk nincsen meg. Ez kiderül a következő versenyekből. Egyelőre egy negyedik helyen mutatkoztunk be, és én ezzel abszolút meg vagyok elégedve. Nézzünk itt még pár másodperc dobogós ceremóniát, és aztán én köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket vissza a következő résszel, mert lesz ám következő. Sziasztok, legyetek jók!